Nem volt egy könnyű kampány, amit megéltünk, de a mi szempontunkból annál olyan sikeresebb. Cserna Gábor, a Fidesz Dunaui Városi Szervezetének elnöke ismertette tapasztalatait az időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 3 hónapos kampányról, valamint a június 5-én megtartott választásról. Mint mondta, velük szemben induló pártokkal ellentétben pozitív kampányt folytattak. Mi következetesen mentünk végig egy úton, és azt mondtuk, hogy Fruzsina, a képviselő jelölt, a megoldások embere. Nap mint nap, ajtóról ajtóra járta végig a segítőkkel a körzetet. Ha kellett, utcán volt, ha kellett éppen a lépcsőházakban, keresvén a problémát, és megtalálván rá a megoldást. Ahogy a hétfői hírlap lapszámban is mondtam, keddibe őszinte szívvel köszönöm meg valamennyi választópolgárnak, aki a helyi Fidesz szervezetbe, mint kormányzó pártba helyezte további bizalmát, egyúttal jelöltünk be. A sajtótájékoztatón részt vett az időközi önkormányzati választás nyertese, Lassing Leitner Fruzsina is, aki a begyűjtött 422 szavazatot, valamint a szavazóinak támogatását köszönte meg. Ígérem, hogy a megkezdett munkát folytatni fogom, és remélem, hogy ugyanúgy folytatódik ez a kommunikáció és párbeszéd, amit az elmúlt időszakban kialakítottunk, és várom a lakosok kérését továbbra is, mindig elérhető vagyok számukra, úgyhogy továbbra is együttműködően fogjuk a körzetet és a várost építeni. A Fidesz képviseletében Lassing Leitner Fruzsina az önkormányzati képviselői feladatainak ellátását hivatalosan a következő közgyűlésen, tehát június 16-án kezdi meg.